Ezen az öreg fiúk tornán valóban öreg fiúk játszottak. Manapság bizony ritka az ilyen címsz alatt futó tornákon, hogy zömében 60-asok és jó néhány már 72 focizon. Bátorszéken a kakaskupán mindössze annyi az engedmény, hogy egy-egy meghívott öreg fiúk csapatban kettőnél nem több 58 éves játékos szerepelhet. A szervezők követik és betartják az MLS országos veterán bajnokság szabályait. A hat csapat egyike az említett bajnokságban szereplő Tolna megyei Mix volt, amely lila szerelésben Szexár néven indult. Nekem vannak a Bonyhádról a Fejfer Zoli, a Bus Attila, Juhász Józsi, Paksról a Porga Pisti, Máté Laci, Szexárdról a Varga Feli, Siagárdról vagyunk az Oldor Laci, jó magam, úgyhogy így össze, Góma Józsi, Szexárdi még. Dél-Dunántúl egyik legaktívabb ebben a korosztályban. Baranyából két csapat is érkezett, az egyik még az NB1-et megjárt komlói, a másik pedig Bolyból jött. Stíl József Komló játszott az élvonalban, de évtizedeken át Pécs első számú csapatának egyik meghatározó vezetője volt. Legnagyobb élményét megosztotta velünk is. Újpest megnyerte a bajnokságot, a kupába a Komlói Bányász lett a második, és ebből az alkalomból a Komlói Bányász, és épp ezért a kupagyőztesek Európa kupájába szerepelhetett, a Cereven a Zvezdát kaptuk, akkor még nem voltak ilyen irányított sorsolások, azt a nagy hírű Cereven a Zvezdát, ami a mai címszó alatt nyugodtan mondhatnám, mint a Real Madrid, olyan hatalmas nagy csapat volt annak idején, a jugoszláv nemzetnek a büszkesége volt a Cerena Zvezda, és a Komlói Bányásszal sorsolták össze. Komlón kikaptunk 7-2-re, és Belgrádban megvertük a Zvezdát 2-1-re. És ennek köszönhetjük azt, hogy meghívtak bennünket, a Fiorentina ellen játszottunk barátságos mérkőzést Firenzében, majd Dél-Amerikában 3 hétig turnézott a Komlói Bányász, ami nem volt jellemző arra, hogy vidéki klubok egyáltalán eljuthattak a határon kívülre. Ilyen sztorival, anekdotákkal a dunai városiak, a szekszárdiak, a bátorszékiek, a paksiak, de legfőképpen a békés csabaiak szolgálhattak. Hazai fővárosi nagycsapatok elleni élményeiknek se szeri, se száma nem lehet. A szekszárdi nagycsapatból nem állhat már fel öreg fiúk tornán a híres Zilbauer Kalász Freppán török négyes magas életkoruk és egészségi állapotuk miatt. A legendás jobbszélső, a Békés Csabáról annak idején idekerült Zilbauer Miksa még mindig aktív, öreg fiúkként már Békés Csabai színekben, de a Szekszárdi Dózsa NB1-B-s csapata volt pályafutásának csúcsa. Sajnálom, hogy a többiek már nem tudnak pályára lépni, de hát az volt az igazi, az volt a legendás csapatunk hiába. Azokat szoktuk meg, hát most már sajnos már ők 80 fele járnak. A csabaiak korátlaga 65 év volt. Magasan a legidősebb korosztályú csapat vagyunk, de mi így szoktuk meg, szeretünk így futballozni. Mit tettél azért, hogy még ma is így nézél ki? Szerintem még nagy pályán is tudnál játszani. Hát játszom is időközönként. Hát csak annyit, hogy sportszerűen élek. Genetika, sportszerű élet. Így van. És hát szerencsém van, mert olyan az adottságaim, hogy hát még bírom. Békés Csabai csapatomból is egyedülálló vagyok abból a korosztályból, aki még játszott velem. Még bírja és bírni is fogja a 80-as évek szekszárdjának egyik nagy kedvence, a középhátvéd belső védő, a megbízhatóság szobrának is nevezhető, rosszul játszani szinte nem is tudó Varga Ferenc, aki már 60-70 között jár, ami a játékán egyáltalán nem látszik. Megalapoztam a fizikumomat, mert nagyon sokat edzettem, mert fiatal koromban olyan edzőim voltak, akik mint például Losonci István, vagy Fertőszegyi Béla, akiknél nagyon sokat kellett edzeni, és ez meghozta a jövőjét. A Szekszárdi Dózsánál is voltak, akik tulajdonképpen hozzát tettek így? Így van, a Szekszárdi Dózsánál is még annak idején Jerabek Jenő, mondhatnám Tesler Wendel, Magasházival is dolgoznak. Így van, ők is nagyon sokat köszönhetek nekik. Nagyon jó érzés, hogy a régi játszótársakkal újra találkozhatunk, és hát mi már egymás gondolatait ismerjük, úgyhogy nagyon jó érzés együtt játszani. Nincs pocak, megvan az erőllét, a gömbérzék, a technika, és a lelkesedés nem veszett el az idők múlásával sem. Nézzék csak a végső győztes Tolna megyei Lilák egyik győzelemhez vezető akcióját még a csoportmeccseken. A vacsoráról elnevezett tornát, a Kakaskupát
Bátorszéken a futballtavasz nyitányaként a nosztalgia jegyében még jó néhány évig szeretnék megrendezni.